Bizony, hölgyeim és uraim, ez a himnusz megérdemli, hogy elénekeljük. Gyönyörű himnuszunk van, ami himnusznak készült nagyjaink keze alatt. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a rendhagyó eseményen, a Vajdasági Magyar Szövetség programbemutató rendezvényén. Bátran, de felelősséggel állítják a VMS-esek, bátran, de felelősséggel állítják annak az elvégzett munkának az eredményeire is utalva, amit a VMS parlamenti képviselői végeztek az elmúlt időszakban, de utalva a párt célkitűzéseire, a szerbiai politikai szintére kevéssé jellemző magatartásukra is. Vajdaságiakkal, vajdasági magyarokkal. És ez a sok minden a legkevésbé sem szólt arról, hogy a többségi politikának lett volna fülhallása a mi gondjainkra. Községi bíróságok megszüntetése, a vajdasági költségvetés, nyelvhasználat, részarányos foglalkoztatás, és még sorolhatnánk. Azok a pártok, amelyek ilyenkor a kampány időszakában oly nagy lelkesedéssel szólítanak meg bennünket, és ezt teszik ezekben a napokban is, a választásokat követően azonnal belegyávulnak a felelősségvállalásba. Belegyávulnak a vajdasági érdekképviseletbe. Pontosabban nem is belegyávulnak, hanem inkább megmutatják valódi énjüket. Oda sietnek, ahol az érdeküket látják. Nem a közös érdeket, nem a vajdasági érdeket, hanem a saját önös érdeküket. Nos, így kerülhetett sor arra a faramuci helyzetre néhány évvel ezelőtt, hogy a VMS egyedül maradt a vajdasági érdekképviselettel. Egyedül maradt a tartományban és a köztársaságban is, amikor nem szavazta meg a vajdaságot megkárosító költségvetést. Emlékezünk rá mindannyian. Azóta ez a kár már legalább 100 millió eurót tesz ki. Nagyon óvatos becslés szerint. De mindeközben a VMS magyar pártként is magára maradt. Tisztelt elnök úr, tisztelt főkonzul úr, Nagy Imre úr, képviselőjelöltek, hölgyeim és uraim, tisztelt mindannyian. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Vajdasági Magyar Szövetség programbemutatójának topolyai állomásán. Ez a program azokhoz szól, akik változást és egyben biztonságot akarnak. A program hozzánk szól, topolyaiakhoz, akik a helybenállás helyett inkább tovább akarnak lépni. Akik bátran tekintenek a jövőben, és összefogással azt akarják, hogy községünket ne csak vezessük, hanem fejlesszük is együtt, közösen, bátran. Olyan topolyát kívánok a választások után a VMS választási programjának megvalósulásával, melyben mindenki megtalálja önmagát. A vállalkozók, az idősek, a fiatalok, a tanyavilágban élők, a családok. Közös célunk a megmaradás, a magyar közösségünk fejlődése. Ez mind megvalósul, ha fejlesszük a gazdasági infrastruktúrát, az oktatást, a művelődési feltételeket. Fontos, hogy a gazdaságélénkítő programnak, a sikeres pályázatoknak köszönhetően új munkahelyek teremtődjenek, és befejezzük az elkezdett projektunkat. Ahhoz, hogy valóban megvalósulhassanak ezek a célkitűzések. Jó estét kívánok, tisztelt honfi társaim! Ha megengedik, én Önöket így szólítom. És ha már így személyesen is megszólítottam, akkor hadd osszam meg Önök egy kicsit a gondolataimat olyan személyes megközelítésben. Először is adom azt, hogy én úgy érzem, hogy eltörpülök amellett az energia mellett, és amellett a hihetetlen tenni akarás mellett, ami az elmúlt napokban a kampány kezdete óta itt látszik és megvalósul. Én tiszta szívből kalapot emelek a VMS összes aktivistája, vezetője, jelöltjei előtt, hiszen napról napra látom, hogy egyszerűen nem szól másról az élet. Nem szól más az élet, mint erről a kampányról. És ami a személyes dolog, ugye én 4 éve vagyok itt. 4 éve, amikor én idejöttem Szabadkára elfoglalni ezt a helyet, ezt a szolgálati helyet, inkább így mondanám, akkor Magyarországon is és Szerbiában is egy másik
parlamenti többség volt, másik kormányzat volt. Akkor éppen azokban a napokban, ha jól emlékszem, a VMS-t kikergették, Szabadkáról kikergették, Zentáról, és erőteljes politikai harc dúlt akkor, hogy a VMS elektorátusát, a magyar választókat a VMS alól kihúzzák, megosszák, és különböző ígéretekkel, ha úgy tetszik, arról, hogy hát óriási gazdasági kérdésekben, szociális kérdésekben, nyugdíj, egészségügy, csak a nagy pártok tudnak bármiről beszélni, a kicsi pártok, az etnikai jellegű pártok azok nem, és különben is azok csak szimbólumokkal, piros-fehér-zölddel, meg egyébben kampányolhatnak, nem érdemes rájuk szavazni. Volt egy Magyarország, egy anyaország, ígért valamit, utána mindenki hitetlenkedve nézett, ó, hallottunk mi már ilyet. Most mi történt azóta? Mi történt? Történt az, hogy akkor a VMS nem kis aktivitásával, az anyaország nem kis közreműködésével összegyűlt 141 néhány ezer aláírás a magyar nemzeti tanácsi választásokra. Ezt a magyarok gyűjtötték össze. Történt az, hogy a magyar parlament májusban, május 26-án, hogyha nem tévedek, elsöprő többséggel megszavazott egy törvényt. Ez a törvény arról szólt, amivel én az elmúlt 4 évemet leginkább töltöttem, az egyszerűsített honosítás és visszahonosításra a magyar állampolgárságról, a kettős állampolgárságról. Senki nem hitte volna, hogy akkor ez megtörténik és megcsináljuk. Most már jelenthetem 70 ezeren, csak 70 ezeren a főkonzulátuson adták át a kérelmet, a többi 30-40 ezer máshol adta át. Sajnálom, én bíztatok mindenkit, hogy forduljon a főkonzulátushoz, legyen munkánk továbbra is. Ebből 60 ezeret leeskedtünk a főkonzulátuson. Mi több most már választásokról beszélünk Magyarországon is, ugye én mottóként használom, hogy választások itthon és otthon, és most már 25 ezeren feliratkoztak a magyar választói névjegyzékre. Hihetetlen aktivitást látok az itteni kampányrendezvényeken való részvételre, és nézzük, hogy mi történt még azóta. A Magyar Nemzeti Tanácsot megválasztották, a Magyar Nemzeti Tanácsban a VMS túlnyomó erejével olyan stratégiák és programok születtek, ami mögé a magyar kormányzat oda tudott állni. Konzul úr, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Jól tudják, hogy az elmúlt időszakban ott a képviselőházban igyekeztünk felosztani a munkát. Hiszen kevesen vagyunk, és mindenkinek megvan a maga területe, mindenkinek megvan az a terület, amivel folyamatosan próbált meg többet foglalkozni. Nekem a mezőgazdaság jutott, hisz a középiskolát itt fejeztem Topolyán a mezőgazdasági középiskolában és az ágazatban is dolgoztam. A programunkat úgy próbáltuk meg összeállítani, hogy a mezőgazdasági termelők életszerű, mindennapi, hétköznapi problémáival kezdtünk foglalkozni. Tudják jól, hogy az elmúlt időszakban kapocsként próbáltunk meg együttműködni valamilyen formában a mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági minisztérium között. Minden évben közösség találkozókon vettünk részt, nem csak én egyedül, hanem a Vajdasági Magyar Szövetség csapata, aki mezőgazdasággal van megbízva. Minden egyes évben több tíz fórumra látogattunk el, és folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a mezőgazdasági termelőkkel. Azokat a programpontokat, amit megfogalmaztunk a mezőgazdaság területén, nem most találtuk ki. Ezekkel a programpontokkal nem most kezdtünk csak el foglalkozni, hanem az elmúlt időszakban is folyamatosan ütöttük, vágtuk ezeket a kérdéseket, folyamatosan napirenden tartottuk. Tehát, hölgyeim és uraim, az Európai Uniós csatlakozásban rejlő lehetőségekről szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel. Tudják-e azt, hogy gondolkodtak-e azon, hogy mi a hasonlóság a szlovákiai magyarok, az erdélyi magyarok és a horvátországi szerbek utóbbi 10-15 éves története között? Van több hasonlóság. Az egyik mindenképpen az, hogy ezek a közösségek az adott országban a legnagyobb nemzeti kisebbséget, nemzeti közösséget jelentik. Majdnem 500 000 felvidéki magyar, majdnem 1,5 millió erdélyi magyar, és majdnem 200 000 horvátországi szerb. Mi közöttük még a közös? Az, hogy mindhárom ország az Európai Unió tagja. Szlovákia is 2004 óta, Románia 2007 óta, Horvátország pedig tavaly óta. De nem ez a legfontosabb közös vonás ez a három közösség között, hanem az, hogy úgy jutott el ez a három ország az Európai Unióba, hogy ennek a három
közösségnek a története, legalábbis ami az uniós csatlakozási szempontot illeti, nem sikertörténet. Úgy került be Szlovákia is az Európai Unióba, Románia is, és Horvátország is, hogy az ottani kisebbségi közösségek a kisebbségi jellegű problémáikat nem tudták megoldani. És nem, hogy nem tudták megoldani, azt gondolom, hogy ami az elmúlt néhány évben történt, az azt bizonyítja, hogy ahelyett, hogy ezek oldódtak volna, inkább súlyosbodtak. Mi azt szeretnénk, hogyha ilyen szempontból mások lennénk. Hogyha úgy tudnánk ezt az előttünk álló nagyjából 10 évet végigjárni, hogy a mi történetünk a végén az egy sikertörténet legyen. És az a meggyőződésünk, hogy ez sikerülni fog. Sikerülni fog azért, mert egyrésztről pontosan tudjuk, hogy a felvidéki magyaroknak, az erdélyi magyaroknak és a horvátországi szerbeknek ez miért nem sikerült, hogy hogyan történhetett meg az, hogy nekik ilyen téren nem volt sikerélményük. Még azért is gondoljuk, hogy ez sikerülni fog, mert van egy nagy különbség az ő történetükhöz képest, az pedig az, hogy a mi anyaországunk az Európai Unió tagja jelen pillanatban. 2004-ben ugye Magyarország Szlovákiával együtt csatlakozott, ezért nyilvánvalóan ott nem volt semmiféle lehetőség érdekérvényesítésre. 2007-ben ugye Magyarország már 3 éve az Európai Unió tagja volt, de gyakorlatilag 2004 tavaszán vált, pontosan májusában vált az Unió tagjává, Románia pedig 2004 decemberében fejezte be a csatlakozási tárgyalásokat. Tehát Románia esetében se volt minimális érdekérvényesítési mozgástér se. És hát ami a horvátországi szerbeket illeti, azt gondolom, az teljesen világos. Szerbia ilyen téren semmit nem tudott tenni. Ez az egyik olyan ok, ami miatt azt gondoljuk, hogy a mi történetünk az ennél sokkal sikeres. Ezeknél sokkal sikeresebb lehet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt topolyaiak! A csapatkapitánynak az a feladata, legalábbis a labdarúgásban, hogy a 11-es rugásnál az utolsó sorozatot magára vállalja. Most csak az a gond, hogy körülbelül 4-1 az eredmény, úgyhogy nincs túl nagy jelentősége annak, ami történni fog. Legalábbis olyan szempontból nincs, hogy az előttem szólók, csapatnak a tagjai már szinte mindent elmondtak, úgyhogy elég nehéz lenne újat mondani. Ki lehetne ragadni itt még néhány elemet természetesen a választási programunkból, és föl lehetne villantani azt, hogy mit szeretnénk például a szociális védelem, a gazdaságfejlesztés, az egészségügy, a mezőgazdaság, az uniós csatlakozás területén, hiszen ők sem mondhattak el mindent, mert akkor biztos vagyok abban, hogy egy-egy órát tudtak volna beszélni. Engedjék meg, hogy én arról beszéljek, hogy mi a március 16-ai választásnak a tétje. Sok tétje van, sok mindent lehet felsorolni, de én azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy március 16-án ki fog derülni az, hogy ennek a közösségnek, amelynek a tagjai vagyunk, a vajdasági magyar közösségnek van-e ereje. És ez az erő azt fogja eredményezni, hogy lesz befolyásunk, vagy ha úgy tetszik, lesz ráhatásunk a dolgokra. Mi azt szeretnénk, ha az elkövetkező években nem csak az hangozna el, hogy bátran, felelősséggel, elvszerűen, egyenesen, gerincesen képviselte a Vajdasági Magyar Szövetség a vajdasági magyarságnak az érdekeit, és nem csak az hangozna el, hogy néhány kérdés területén sikerült részeredményeket megvalósítani, hanem azt szeretnénk, ha a következő 4 év során jó néhány kérdésnek a megnyugtató rendezésére sor kerülne. Engedjék meg, hogy mondjak egy példát. Az elmúlt időszakban 4 éves tárgyalás sorozat eredményeképpen, amelyet az előző meg a jelenlegi kormány vezetőivel folytattunk, sikerült azt elérni, hogy 10 000 dinárral csökkent az úgynevezett kísértékű lopásoknak az értékhatára. És mi elmondtuk 1,5 évvel ezelőtt, amikor az elképzelésünket sikerült törvénybe iktatni, hogy most tartunk a fél időnél, hogy a sport hasonlatnál maradjak. És hogy következik a második fél idő.
Második fél időt egész pályás letámadással indítottuk, mert egy jól megjegyezhető dátumon, 2013. március 8-án benyújtottunk két törvénymódosítási javaslatot, amelyekkel a zéró tolerancia bevezetését szerettük volna törvénybe iktatni. A Vajdasági Magyar Szövetségnek valóban feladata az, hogy a mi életterünkbe, a mi településeinkre, a mi önkormányzatainkba köztársasági szintről is pénzt hozzon. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Kicsit hosszabbra sikeredett ez a mai este, mint ahogy azt mi eredetileg terveztük. Ezért én megpróbálok rövid lenni, habár azt kell, hogy mondjam maguknak, hogy függetlenül attól, hogy az előttem szólók mennyi mindent mondtak el, én egy lendületből körülbelül még ennyit tudnék beszélni, és akkor se jutnánk tovább, mint hogy megkarcoltuk a történetnek a felszínét. Mindenekelőtt azt kell, hogy mondjam maguknak, hogy nagy boldogság egy ilyen pártnak, egy ilyen szervezetnek az elnökének lenni. Mert olyan emberek vannak benne százan és százan, mint akiket ma este itt láttak. Olyan emberek vannak ebben a csapatban, akikről nem is tudjuk, hogy léteznek, és egy adott pillanatban, mint a Főnix madár, fölvillannak és megmutatják, hogy mire képesek. Láttok itt az előbb. És olyan emberek vannak ebben a csapatban, akik az elmúlt években harcedzett fiatal oroszlánokká váltak. Szakmailag fölkészültek, tartásuk van, bátorságuk van, elképzelésük van, és olyan fokú elkötelezettségük a mi közösségünk irányába, amelyik arra jogosít fel bennünket, hogy bízzunk önmagunkban, hogy egyről a kettőre tudunk jutni. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a ma este lehetőségét. Szeretném elmondani, hogy mi komoly partnerei kívánunk lenni a topolyai önkormányzatnak, hogy mindazt, amit itt maguk megfogalmaznak, meg tudjuk valósítani. Azt gondolom, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség topolyai vezetése adósa ennek a közösségnek. Mert messze nem nyitotta meg azokat a lehetőségeket, amiket meg kellett volna nyitni. Hosszú időn át inkább az volt a fontos, hogy megtaláljuk a magyarázatát annak, hogy mit miért nem lehet. De azt gondolom, hogy az kell, hogy legyen az alapállás, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az, ami ötletként megfogalmazódik, meg is tudjon valósulni. És az én számomra örömteli volt az elmúlt napoknak a története, amikor nem csak itt Topolyán, hanem Pacséron, Maravicán és máshol is azt láttam, hogy olyan elképzelések vannak, amik nem légből kapottak, amik nem megalapozottak, hanem amikkel kapcsolatban tervek vannak, elképzelések vannak, rövid távú célok vannak, és meg tudják fogalmazni az emberek, hogy mit kell segíteni annak érdekében, hogy azok meg is tudjanak valósulni. És azt láttam most, hál' Istennek, hogy a topolyai város vonatkozásában is ilyen elképzelések kezdenek körvonalazódni. A 16. a többek között arról is szól, hogy nekünk egyénileg a saját utcánkban, a szomszédságunkban milyen tekintélyünk lesz, milyen súlyunk lesz. Ezért gondolom én azt, hogy nem kell itt túl sokat győzködni, hát végül is egyéntől fölfelé számítva mindenkinek ez az érdeke talán. Azért van nekünk választási programunk, mert mi egy konszolidált párt vagyunk,